Jimmy Dohertynek ragyogó ötlete támadt. Bámulatos lesz, egészen elképesztő. Ott hagyja az egyetemet, több faj egy dobozban. És disznófarmot alapít. Sohasem voltam még ilyen helyzetben. Állj! Állj! 55 ezer fontnyi kölcsönből bérelt egy elhagyott tanyát Suffolkban. Jimmy mindenbe belekap. Úgy is a falnak megy, akkor jobb, ha minél előbb megteszi. A semmiből indul. A gazdálkodásról szerzett tudásom nulla. Jimmynek malaca van. Második rész. Jó reggelt, hölgyeim! Bracken! 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 Még hogy ott hagyni a várost a vidéki csendért. Micsoda lárma! Jimmy két hónapja él a tanyán. Egy tojást se találtam. Nem tojtak egyet se, ezért ma nem reggelizem. Húzzunk bele, Rick! Van egy alkalmazott, 25 tyúk, 9 liba, 3 kutya, 8 kacsa és 8 Essex sertés. Itt minden pénzbe kerül és a kölcsönt apasztja. Kaptam tenyésztésre alkalmas sertéseket, de pénzt még nem hoztak. Etetnem kell őket, és Ricknek is adnom kell fizetést. Ha nem jutunk hamarosan a piacra, akkor csúnyán eladósodunk. Ez az utolsó lehetőség, és ezt muszáj megragadnunk. Ha nem tesszük, akkor végképp elúszik minden. Gyere! Hé! Hey! Megállj! Most minden azon a kolbászon áll vagy bukik, amit két hónapon belül árusítani kell. Jimmy 3 tucat ritka fajtájú Tamworth sertést vásárolt tenyésztésre és hízlalásra. Gyerünk! Jól van. Hát te ki vagy? Egy kislány. Még egy kislány. A szabadban tartott malacok igen kapósak, ezért a karámban töltött éjszaka után az állatokat mindig kiengedik. Ez egy rémálom. Állni a kapunál és várni a jó szerencsét, mint egy portás. Jim egyedi módszerrel szállítja a disznókat. Talicska! Nem, abból kiugrik. Nyugi, nyugi! Gyerünk! Ricky a hagyományos módszer híve. Gyerünk, gyerünk, öreg fiú! Ember és disznója. Jól van, gyerünk! Megvan a G-pontja. Gyere, mindjárt kint vagy. Ez az. Na. Ez az. Remek. Hála az égnek.
A falevelek közt keresgélnek, mert ott jutnak hozzá a természetes táplálékhoz. Ez a lényege az állatok szabadon tartásának. Ez a természetes tenyésztés. Gyerünk! Az idő Jim ellen dolgozik. A farm 8000 fontba kerül havonta, és a kölcsön harmadát már elköltötte. Ha nem ad el gyorsan kolbászt, már az év végén csődöt jelenthet. Mozgás! Peter Gott, a veterán gazda tudja, hogy a disznókban igenis van pénz. Milyen szép kövérek! Gyere, kicsi! Gyertek ide! Gyertek mind! Peter hetente 1 tonna saját terméket értékesít. Jim nyereségének egy részéért 19000 fonttal támogatta a fiút. Hogy ez megtérüljön, fontos, hogy Jim értse a dolgát. Levizelt a disznó. Olyan a szagom, mint egy szegény hajléktalannak. Letegyem, vagy tartsam? Tedd le és tartsd erősen a lábát. Jó. A szabadban tartott sertéseket sokféle veszély fenyegeti. Beteg? Ilyenkor gyakori a tüdőgyulladás, mert a sertések a nagy melegben sem izzadnak, hanem csak lihegnek. Értem. Kimennek enni, és ha nem kapnak széles spektrumú antibiotikumot, akkor tüdőgyulladásban el is pusztulhatnak. Hideg-meleg. Igen. 5 másodperce vagyok itt, de bőzlök, mint egy csavargó. Nekem ez a normális. Mindig ilyen szagod lesz. Tiszta pisi vagyok. Alaposan gondold át az előkészületeket. Mert egy dolog nézni az állatokat, de egy hideg téli napon árulni a húst Ipswichben a standon, az már más tészta. Igen. Ott eladhatsz, és nem kell megvárnod, amíg valaki betéved a tanyádra vásárolni. Csak így juthatsz annyi bevételhez, amennyivel fenntarthatod és működtetheted a tanyát. Így a vevőket is kiszolgálhatom, de biztos pénzt is bezsebelhetek. Kell hozzá hűtőkocsi, hűtőszekrény, víz, csatorna, sok munka. A nagy részét te is megcsinálhatod. Persze. Némi segítséggel. Igen, az rám is fér. Nyolc hét múlva a fizetés megkezdéséig a tanyának üzemelnie kell. Az istállóban készül majd a kolbász a piacra. Ezen kívül Jimmy egy boltot is szeretne, ahol a vevőket szolgálja majd ki. Izgalmas, ugye? Igen. Jól vagy? A szülők eljöttek segíteni. Dave, aki építőmunkás, ingyen építi a boltot. Rajta hagyod a régit? Gyere, megbeszéljük. Csere? Igen. A jelenleg állás nélküli Michaela is a lakókocsiba költözik. Kicsit szűk a hely. Jó, ugye? Igen. Törpéknek talán igen. Vagy 2 kis zsokénak. Ez vicces. Ismersz egy jó zsokét? Persze. Messze van innen New Market? Ez új. Ezek az Essex sertések. Az Essex koca Jimmy szíve csücske. A fiú meg akarja menteni a kihalóban lévő fajt. Szép ütés volt. Igen. Csak így. Karácsonykor fedeztetjük őket. Szép ajándék lesz nekik. Van egy kanom is, de elég levertnek tűnik. Ő a vezér. Bemehetek? Csak egyszer harap. A láng nevű kan 400 fontba került. Elege van.
Inkább ideges. Bizalmatlan. Hagyjuk békén. Ideges. Milyen disznókkal volt együtt korábban? Peterrel és Michael. Nem úgy értettem. Kaptál más malacot is onnan, ahonnan hoztad? Nem, de a lehetőség ott van benne. Más szóval, kaptál hozzá anyakocát? Igen, de egy pár hétnek el kell telnie, amíg kiengedhetjük hozzájuk. Értem. Na, szia! Ez itt mind szemét. Jimmy ott hagyta az egyetemet, ezért. Nézd! Mit nézzek? Egész jó, de rengeteg itt a munka. Szerencséje van, hogy az apja meg a testvére segít neki a boltban. Bolt. Én csak egy oldalfalak nélküli viskót látok, még hogy bolt. Kátránypapírt kell alátenni. Úgy látom, hogy nincs. Dave a tetőt hagyná utoljára, de Jimmy inkább sietne vele. Jim, ne vitatkozz! Csak azt mondtam, hogy hagyja abba, amit csinál, és szedje le a cserepeket. Értem. Nincs értelme vitázni. Ha nem végzünk 3 héten belül, akkor nem tudom kifizetni a számláimat. Itt marad, ha akarod. Tényleg? Csak most kezdte. A lakókocsiban elalhat. Apa kivehet egy hét szabit, és akkor befejezheti az egészet. Csak ha akarja, én örülnék neki. Megkérdezzük most, vagy megvárjuk, amíg lejön? Jobb, ha megvárjuk, míg felmegy, aztán elvesszük a létrát. Szerintük Jim nem tudja, mire vállalkozott. Az övék a realista látásmód. Azt hiszem, bármi miatt képesek aggódni. Nekem kell szót értenem vele, mert Cherikivel, se a szüleivel nem beszél. Büszkeségből. Szüksége van a biztatásomra. Már azzal is támogatom, ha azt mondom, hogy minden rendben lesz, és minden, amit tesz, az fantasztikus. Jimmy 5 évre vette bérbe a 37 hektáros földet. Az erdő fontos szerepet játszik a terveiben. Ott élnek majd a disznók, de előbb még be kell keríteni a területet. Ó, a fenébe is! Meglazult az egész. Pedig megfeszítettem. A kerítés a védelmet szolgálja. A szomszédos erdőben azonban gyújtogatók garázdálkodnak. Nézd, Rick, itt volt a tűz. A pokolba. Ennek az erdőrésznek vége. Nézd meg azt a fát. Teljesen megégett a szerencsétlen. Tölgyfa. Ezekre kéne vigyáznunk. Igen. Szénné égett, szegény. Képzeld, ha itt vannak az állatok. Bizony. Megijedtek volna. A kerítéstől menekülni se lehet. Hát nem. Valaki felgyújtotta a fát. Szívesen megkorbácsolnám, hadd szenvedjen. Ez több annál. Lehet, hogy aberrált, és azért tette. Talán kiélte a pervers hajlamait. Kéne egy jól megtermett kutya, például egy német juhász. Vagy egy rodéziai rohamosztag. B-52-es bombázóval felszerelve. Láng a tanyán még mindig szomorú. Jimnek támadt egy ötlete. Néhány koca kész a párosodásra. Gyere, Láng, próbáljuk ki. Gyerünk. Gyere.
Itt vannak a lányok. Menj ki, hagyd az evést. Mozgás, ez az, jó fiú. Tudom, hogy szégyenlős vagy. Látod, kik vannak ott? Nézd csak. Téged néznek. Na, kik azok? Begörbíti a hátát. Ezzel jelzi, hogy felkészült a hím befogadására. Úgy tűnik, tetszik neki a fiú. Hé, te! Menj vissza a lányokhoz! Jobban érdekli a kaja, mint a csajozás. Mi van, pajtás? Nem jók az új csajok. Azt hittem, tetszenek. Mi van? Szerencsére Jimmy egyik kocája, Patricia, már a vásárláskor vemhes volt. Eddig egy van, de én legalább 8-ra számítok. Remélem, hogy nem csak egy születik. A malacok 9 hónap múlva mennek a piacra. Ha csak egy kis malaca lesz, akkor az lesz a világ legdrágább állata. Mindjárt megszüli a következőt. Ó, te jó ég! Te jó ég! Mennyi fej? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hol van a 9. Mutasd meg! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gyerünk! Délután 8-at számoltam, aztán hallottam egy éles visítást. Lehet, hogy elfelejtkezett róla. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lehet, hogy egy a hasa alatt van. Ember! Elképesztő, mi? Várj! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rendben. Szoptatja őket. Jimmy 3 hónapja gazdálkodik. A terv szerint szeptemberben nyitna, de az építkezés lassan halad. A kölcsön felénél többet, 31 000 fontot költött, de még nem keresett egy fillért sem. Hol lehet? Michaela is kapott munkát, de Londonban. Ha Jimmyvel marad, akkor napi 4 órát kell ingáznia. Egyre inkább úgy érzem, hogy ez a gazdálkodósdi rossz hatással van a kapcsolatunkra. Nem arra gondolok, hogy szakítunk, vagy ilyesmi, egyszerűen csak nagyobb a stressz. Látom, hogy a gazdák többsége házasságban él, és megoldja az élete mindennapi gondjait. De együtt könnyebb csinálni, így egyedül egyszerre romantikázni és a tanyát is vezetni, hát nagyon nehéz. Szerencsére erős a kapcsolatunk. Talán az jár a fejemben, hogy soha többé nem jön vissza. Furcsa, hogy vidékről ide vágynak az emberek.
Halló! Jól vagy, édesem? A konyhában etetek egy kis malacot. Jimmy egyik malaca nem akar szopni. Michaela meggyőzte barátját, hogy etesse ő Jaspert. Nézd ezt a kupit. Remélem, jól mértem ki az adagot. Ez a kötelezettség eltart úgy 5 hétig. Korán elválasztom, és adok neki szilárd kaját, de addig jó pár órát elleszek még vele. Amikor kisebb volt, ütögettem a fejét, hogy igyon. Malacka! Nem volt még elég. Túl gyorsan eszel. Kipakoltál. Milyen darabos. Normál tejet kapsz, kicsit felvizezve. Kiteszem a fűbe. Egy kis séta jót tesz majd. Mi történt? Istenem, gyerünk! Nem jó ez így. Valami nem stimmel. Meg fog halni. Jimmy felkeresi az egyik helyi gazdát, aki meghívta, hogy nézzen körül egy egészen más disznófarmon. Üdv! Szia, Jim! Üdv! Jim, ő Richard. Richard. Ő Jim. Hogy van? Jól, jó, hogy itt vagy. Nem tudom, hogy mekkora a lábad, de a 44-es jónak tűnik. Tökéletes. Remek. Nem akarok becipelni valami fertőzést. Rosszabb, ha innen viszel át valamit a tanyádra. Igen. Caroline és Richard 2,5 ezer disznót tart egy állandó hőmérsékletű istállóban. Az etetőrendszerből mindig kapnak takarmányt. Otthon én 2 szer etetek egy nap, de mindig éhesnek látom őket. Igen. Ha állandóan ehetnek, akkor gyorsabban híznak. A sertések egy nagy cég tulajdonában vannak, és Richard hízlalja fel őket, mielőtt a boltokba kerülnének. Ez egy gépezett fogaskereke. Igen, így van. Ez a vertikális integráció. Vertikális integráció, igen. Így hívják? Az élelmiszeriparban. Igen. Az élelmiszerellátók mind így nevezik. Értem. És minden egyes lépést az önkormányzat szabályoz. Igen, hogy minden szinten maximalizálja a profitot. Ezek a cocák még boldogok. Még igen. A szemükből látszik, hogy jól érzik magukat. Ha szabadban tartod a disznókat, igen, akkor dupla költséggel számolj. Értem. De a vevők a dupla felár helyett csak 90%-kal adnak többet. Gyerünk! Gyerünk! Mennyi sertés? Lehet, hogy egy álmodozó vagyok, de én szeretem odakint látni az állataimat. Ugyanakkor látom az automatizált hízlalda előnyeit is. Ez azért életképes, mert az emberek olcsó szalonnát keresnek a boltokban. A vásárláskor nem is gondolnak a malacokra. Még csak eszükbe se jutnak. A legtöbb ember valószínűleg nem is kapcsolja össze a sonkát egy sertéssel. Figyelmen kívül hagyják. Eszükbe se jut az állat. A másféle gazdálkodás többe kerül Jimmynek. Hogy megadhassa a kölcsönt, írni akar egy könyvet is, de ez még távoli terv. Ha ugyanis nem virágoztatja fel a tanyát, a könyvnek nincs jövője.
Otthon a rideg tartás valósága fogadja. Lánggal volt együtt, 2 hete. Egy darabig félrehúzódott, aztán idejött. Ez a koca vemhes volt, de elvetélt. Itt egy kicsi, egy része. Egy része. Igen, még maradhatott benne. Takarodj! Kiveszem. Szabadulj meg tőle. Ez egy új élmény. Születés, halál, árvaság. Mindez az első pár hónapban. Nézd a pofáját. A sertések biztosan nagyon jól élnek bent, de még mindig úgy gondolom, hogy jobban szeretik ezt a szabadabb életet. Richard és Caroline disznói kétségkívül a legnagyobb jólétben fejlődhetnek. Richardék igazán remek munkát végeznek, de azt hiszem, én szívesebben látom a malacokat a szabadban. Jimmy sem számított ilyen kemény életre, de Ricky még nagyobb áldozatot vállalt. 3 hónapja Nellingtonben hagyta feleségét és gyerekeit azért, hogy a tanyán dolgozzon. Ez alatt az idő alatt végül új otthont alakított ki. Jade! Igen? Bemehetek? Kifelé! Jól vagy? A 8 éves Jade most kezdi az iskolát Suffolkban, Lynn a felesége pedig a gyárban dolgozik. Most fogad. Rendben. Jade és a bátyja Carl is iskolába jár. És ez azt jelenti, hogy folyamatosan itt kell lenniük, és nekem foglalkoznom kell velük. Ugyanakkor ott van a tanya, így nem gondolhatok csak magunkra. Sok a tennivaló, Ricky mégis megosztja az idejét a munka és a nevelés között. Ha itt ülsz, nem tudok dolgozni. Menj vissza a lakókocsiba. Rendben. Szeptember vége van, és Jimmy lekéste a piaci határidőt. A vágóhídnak van teteje és padlója, de semmi több. Nem így tervezték. Sok a kiadás. És egyre több lesz. A tanya komoly bajba került. Egyre több és több az építeni való. Ez azt jelenti, hogy minél tovább építkezünk, annál később tudunk eladni. Rickynek pedig mindenképpen fizetést kell adnom, de itt vannak még a számlák, meg a többi is. És nincs bevétel. Nem is tudom. Egy kicsit aggódom. Nem tudom. Szerintem menni fog. Remélem még azelőtt lábra állok, hogy elfogyna a pénzem. Peter Gott érkezik Cumbriából, hogy segítsen, amíg még nem késő. Hihetetlenül gyorsan ment. Még nincs kész. Nincs, de alig, hogy felkeltem, lett oldala. Mert későn kelsz. Reggel szokás felkelni. Ez brilliáns. Egészen úgy néz ki, mint egy bolt. Oldalra kell még pár csavar.
Két nap múlva a legtöbb építési munka elkészül. Jimmynek üzembe kell helyezni a gépeket, beszerezni az engedélyeket és gyártani a kolbászokat. Kész. Én mindent megtettem. Nem tudom, mire vár még. A helyében én kihasználnám a lehetőséget, hogy mielőbb pénzhez jussak. Jimmy azonban máson töri a fejét. 7 óra. Van egy fél órám, hogy felmossak. Mikaela 4 órát vonatozik a munka után. Nem akar egy lepukkant lakókocsit látni. Kifelé! Kifelé! Bűdös malac. Nagy dolog, hogy itt él velem, és látja, hogyan indul be az üzlet. A lakókocsinak is nagy szüksége van egy ügyes asszony kézre. Addig nekem kell takarítanom. Kész. Ez van. Michaela 1 hónapja ingázik. Itt van. Fáradt vagyok. Jól vagy, kicsi? Igen, és te? 4 óra zsúfoltság és bűz. Nem kaptál helyet? Drága a vonat, és mindenütt csak emberszag. Ott vannak a malacok. Na mi van? Hiányoztam. Ne csináld! Kifelé, kifelé! Ki innen? Hé, most takarítottam. Dobd ki. Mielőtt elindultam, kaptak enni. Nem szabad. Látom, szigorúan betartod az etetést. Jó kövér. Akkor eszik, amikor kap, mert egyszerre csak eggyel tudok foglalkozni. Tudom. Hogy bírod? Nem túl sok ez neked. Nehezen. Veszek egy tanyát Londonban. Az ingázással nincs gond, de kéne bérelni egy lakást Londonban. Megengedhetjük magunknak. Az utazás ugyanannyiba kerül. De akkor utaznál is, meg ott lenne a bérlemény is. Nem, csak hétvégén jönnék. Állandóan ugatnak. Tudom. Csend! Jó, hogy esténként látjuk egymást, ugye? Reggel és este is találkozunk, ez jó? Igen. Jól érzed magadat? Nem mondhatnám. Miért nem maradsz? Eljön az is. Veszek még egy malacot. Jó. Tényleg megteszem. Na jó, főzzünk. Az jó lesz. Október. Az indián nyárnak is vége. A hideg idő újabb gondokat okoz. Még jókor elkaptuk. Már így is szörcsög az orra. Köhög? Igen. Hidegebb is, mint a többi. A malacok nem bírják a hideget. Néhány Essex koca megbetegedett. Peter Gott 3 hete járt itt utoljára, most ismét ellenőrzi a munkát.
A két asztallap közül az egyik idejön, a másikat pedig ide gondoltam. Értem. Az oszlop mögé. A telefonos? Aláírta valaki? Rendben. Peter fizette az anyagokat és a felszerelést, de a befektetés kockázatosnak tűnik. Hová tűnt? 3 hete hagytam itt őket, és tessék. Az egész egy nagy trágyadom. Csupa mocsok. Itt van a felszerelés, de még egy nyomvat ajtó sincs ezen a lyukon. 5000 font volt a cucc. Itt a rossz idő, szakad az eső, és még a tető se készült el. Szomorú vagyok. Tudom, de látnod kell, hogy igyekszünk. Aggódom, mert amikor az egészségügyi szolgálat emberei megkérdik, hogy mit akarunk itt csinálni, csak egy koszos odút találnak majd. Igen. Addig kell egy markolót szerezni, amíg nem süllyed el. Fel kell takarítani ezt a mocskot. Elszalasztottuk a jó időt. Igen. Október van, és hol tartunk? Nehéz, mert nem csak ezzel foglalkozom. Ott van az etetés. Mit csinál Ricky? Fekteti a csöveket. Tudom, hogy itt vannak a gyerekei, de a felesége nincs itt. Így ő délután 3-tól nem csinál semmit. Nehéz neki, mert ő hozza el a gyerekeket, vacsorát főz nekik, és minden munkát maga végez el. Költséges. A munkadíja sok lehet. Az övé a legtöbb. Na ez az. Csak elteszi a pénzt, és nem csinál semmit. Még egyszer sem láttam dolgozni. A költségek hetente nőnek. Ez egy időzített bomba. Keményen dolgozik. Még te is elcsodálkoznál, ha látnád, mire képes egy láncfűrésszel. Egy csomó mindent puszta kézzel csinálunk. Mielőbb pénzt kell keresni. Nem vitatkozom, teljesen igazad van. Égető szükség van a pénzre, ezért Jimmy kockáztat. Bejelentkezik az egy hét múlva esedékes vásárra, bár egy deka kolbásza sincs még. Hello! Hello, Jimmy! Üdv! Itt Henrietta. Jól van? Igen, azt hittem, nem tudok beszélni magával. Rohantam. Henrietta Green vezeti Londonban a Covent Garden élelmiszerpiacát. Jim nem meri neki elárulni, hogy mi a helyzet a tanyán. Mikor láthatom a kolbászt? Talán szerdán. Talán vagy biztos? Biztos. Mit küld nekem? Lincolnshire kolbászt és talán Cambridge kolbászt is. Még nem döntöttük el. Értem. Lesz címke az összetevőkről? Persze, csak még a nyomdában van. Mondaná valamit a sütéséről? Én a sütőben sültet szeretem. Helyes. Ez a módszerem. Jó, rendben. Másként is elkészíthetem? Igen, serpenyőben egy csomag éppen belefér. Látom, sütve szereti. Úgy a legfinomabb, köszönöm. Viszlát, Jim. Viszlát. Saját üzem híján a fiúk 400 kilométerrel messzebb, Cambriában készítik el az első kolbászukat. Hétfőn megfogjuk a levágandó sertést, aztán megyünk Peterhez. Mindenképpen pénzhez kell jutnom. Jim, minden megvan? Igen. Megérkezik Lynn felesége és a fiúk Carl. A Spriggsek ismét együtt vannak. Nézzenek oda, kicsit meghisztál. Jó, hogy végre együtt vagyunk. A jövő héten nem leszek itt. Majd áthúzom az ágyneműt. A hideg betonon feküdt? Kint volt a vizes árokban. Gyorsan behoztam, de erősen vérzett a bal hátsó lába. 3 Essex koca súlyosan megbetegedett. Kaptak antibiotikumot? Jim tüdőgyulladásra gyanakszik. Itt a bal hátsó lába.
Reméli, hogy az antibiotikum segít. Mind jött enni, de ilyen lehangolt állatokat még nem láttam. Hétfő reggel van. Az eddigi legnehezebb hét vár Jimékre. 4 nap alatt levágnak 3 disznót, elmennek Cambriába, betöltik a kolbászt, csomagolnak, elutaznak Londonba, és hazaviszik a hasznot. Itt kezdjük a pénzcsinálást. Talán sikerül eleget keresnünk. Nagyon sajnálom ezt a 3 disznót, de nincs más választásom, vágni kell. Te jó ég, mennyi munkával jár mindez. Ébresztő! Ébresztő! Gyerünk! Jól van. Szegény cocák. Olyan szomorú. Mihaela mondta tegnap, hogy ez az utolsó naplementéjük, és az utolsó nap felkeltéjük. A fiúk találtak egy helyi vágóhidat, ahol kistételben is vágnak. Amíg éltek, addig nagyon jó dolguk volt, és most sem olyan rossz nekik. Nincs visítozás, nem ömlik a vér. Egész nyugodtnak tűnnek. Hová mész? Hé, Jaffa! Amíg Jimmy a vágóhídon van, addig Ricky előkészíti a piaci pultot. A malacokat árammal ölik meg. Egy-egy elektródát tesznek a fejük két oldalára, és az áram ott fut keresztül. Elalszanak! Gyorsan meghalnak, azt mondják, így humánus. Nem szép dolog állatot ölni, de tudod, miért tesszük? Pénzért! Igen, igazad van. Ki az erős? Tessék? Ki az erős? Én. Te jó ég, mekkora. Elképesztő. Jimmy 500 fontot költött a vágásra. A 3 disznóból 1500 fontot kell kihoznia. Hogy kell ezt leakasztani? Disznóhús. Remek munka. Ilyen szép sertést még nem vágtam. Szép tenyésztés, mindene nagyon szép. Tényleg? Igen. Csináljatok kolbászt. Jó. Minden megvan? Telefon, laptop. Sziasztok! Viszlát! Indul a kolbászháború. Hozzatok kóstolót! A fiúk távol létében Michaela és Lynn vigyáz a tanyára. A következő állomás Cambria, 6 órával később. Ricky főleg hentes tudománya miatt van itt. Peter Gott figyeli, ahogy szétbontja a húst és elkészíti a kolbászt. De Ricky 27 éve nem böllérkedett. Rendben? Gyerünk! Annyi minden megváltozott, amióta kitanultam a szakmát. Ugye? Könnyű megtalálni a csontot. Igen. A hosszú sonkát másként készítenénk, de most ez is megteszi. Persze. Csináld. Rendben.
Jöhet a következő. Igyekezz. Mi legyen az első csülkökkel? Azokkal kezdünk? Lehet. A lényeg, hogy legyen már húsunk. Ez a rész nem ismerős, talán a feje lehet. Találjuk ki. Mekkora darab? Mi ez a jelzés? Amíg Ricky a hússal küzd, addig Jimmy a receptekre fordítja a figyelmét. Vajon mennyi gesztenye kell? Egész jól megy. A barátnőt szokta csinálni? Ő most otthon vigyáz a tanyára. Igen? Ez a munka... Nőies. Ők szeretik az ilyet. Díszítés, egy kis marcipán, gesztenyehámozás. Hogy nincs még kés a hátadban? De háromszor nősültem. Így. Jó. Ne legyen túl vastag. Tudom formázni. Mikor csinálta utoljára? Hát... Tartsa meg a kezével. Ezzel? Igen, és nyomja egy kicsit. Kicsit lassabban, inkább erről az oldalról. Rickyre óriási teher nehezedik. A kolbászt benevezték az új termékek versenyébe, ezért jónak kell lennie. Na végre! Hol kezdjem? Két csavarás, a harmadik pedig ide kerül, ahol elkezdte. Jó, ott csippentse össze, és az egészet húzza át a hurkon. Aztán... Mit csinál? Fogalmam sincs. Itt bármit el lehet rontani, de Ipswichben már élesben megy a játék. Meglátjuk. Bevisszük a házba. És a serpenyőben kisítjük. Minden kolbász egy fontba kerül. Ez az ár a legjobb bolti kolbásznál is 25%-kal drágább. Nem lehet mócsingos. Finom. Fantasztikus. Tényleg jó. Kicsit sós. Nem. Így finom, még tennék bele egy kis borsot. Itt egy porcogó, Ricky. Jobban csontozza ki. Rendben. Jó lesz. Jim, hogy ízlik az első saját disznóhúsod? Lehet, hogy most valami érzelmeset kéne mondanom, de nagyon éhes vagyok, így ez a legjobb, amit valaha ettem. Piaci nap a Covent Gardenen. Jimmy végre megpróbál pénzt keresni. Valahogy majd vissza kell jutnom a Waterloo-hoz, úgyhogy fordítsuk arra felé. Kész a kolbásztöltés és a címkézés. Még 9-re se végeztünk. Ricky reggel úgy nézett ki, mint egy élő halott. A verseny óriási. Az ország minden részéből érkeznek a speciális húst kínáló gazdák. Jim cége csak egy a 25 közül. Férj és feleség. Peter Gott mellett foglalt helyet, és ez egyelőre jó ötletnek tűnik.
Itt minden féláron kapható. 30 éves gyakorlat. Mióta van itt, uram, 5 perce? Ó, akkor a maga kolbásza sokkal öregebb. Vegyenek Cumberland disznót, de van itt Essex is. Hol lehet a hangerő szabályozó? Peter adott Jimmynek sonkát és marhahúst, hogy bővítse a választékát. El tudjuk ezt adni? Persze. 2500-et kell keresnünk. Értem. Jimmy kétfajta kolbásszal száll be a versenybe. Ha nyer, akkor a Fortnum & Mason beszállítója lesz. Henrietta Green a főbíró. Ez az Essex. Nézzük. Darabos. Rágós. Nagyon darabos, de mit szólnak az ízéhez? Nekem túl sós. Túl nyers. Durva, mint egy életlen kés. Borzalmas. Most jön a Cambridge kolbász. Ezt szeretem. Ez sokkal jobb. Kicsit zsíros. Ez nagyon finom. Rendben. Kaphatok még egyet? A darabos kolbász nem tetszett a bíráknak, ezért a fiúk nem nyertek. Most a nagy közönséget kell meggyőzniük. Szerencsére van egy titkos fegyverük. Itt a kolbász, hölgyeim és uraim. Tessék, hölgyem, Suffolki sörkolbász. Aisha, az egykori szobatárs segít az eladásban. Finom. Tessék, hölgyeim és uraim, ha kolbász kell, én vagyok a maguk embere. Éjesztő egymanus. Peter azt mondta, hogy egy csomó embernek a kóstolónak kitett áru a reggeléhez. Ha megkóstolják, talán vesznek is belőle. Hány kolbászt kóstoltál? Ó, még csak egyet. Pedig 3 disznót is öltem hétfőn. Igen, én meghoztam nekik pár szendvicset. Ki kér kolbászt? Jöjjenek, csak kóstolják meg. Ha megkóstolná, meg is venné. Tessék, csak tessék. A gyenge kezdés után egyre jobban fogy a kolbász. Szépen fogy az áru. Még csak 1:30, de már a készlet felét elvitték. Gyorsak vagyunk. Ezért jöttünk ide. Jim és a barátai már ünnepelnek. Tölts pár pohárral. Mi újság, Jimmy? Remekül megy. Majdnem mindent eladtunk. Úgy félúton lehetünk. Sok kritikát kaptál. Túl darabosnak tartják a kolbászt. És őszintén szólva, nem igazán tetszik, ha egy stand olyan, mint egy italmérés. Tudom, de... Körülállják az emberek, és azt látják, hogy itt italoznak. Tudom, hogy ez egy piac, de... Rendben, azonnal elteszem. Köszönöm szépen. Viszlát. Már csak egy csomag van. Itt az utolsó csomag Szalonna. Kitűnő. Kér egy szatyrot, uram. Mindent eladtunk. Elérték a céljukat. Elképesztő, nem? Az. Henriettának azonban igaza van. Nézd. Kicsit nagy, igaza van. A daráláson kell módosítani. Lehet. 6 hónapja a tanya még olyan volt, mintha bomba robbant volna benne. Igen. Nézd körül. Mindez 6 hónap alatt. Igen. Kösz. Örülsz? Nagyon boldog vagyok. Jimmy 53 000 fontért jutott ki a piacra. A kölcsönből már csak 2000 maradt, de végre bevételhez jutott. De vajon mennyihez? Kettő, három, négy, hat, hét, kilenc, száz. Összesen 2660. Leveszem az induló pénztárkészletet.
A stand és a tárolás 500 font, és 100 font a tankolás, 50 a parkolási díj. Ez Rick fizetése, a disznók etetése, hízlalás és vásárlás, az disznónként 100 font, ez annyi, mint egy, kettő, ó, a helypénz, ez újabb 20, rendben, 300 font. Ez a kezdet, de nem elég. Egy kicsit ijesztő, hogy csak ennyi. De végül is van már egy kis hasznunk a gazdálkodásból. Nyereség. A tanyára érve azonban szörnyű felfedezést tesznek. Ott van. Délután találtam rá. Senki se vette észre, hogy még egy Essex sertés beteg. Felelősséggel tartozunk értük. Persze, sokan csak úgy tekintenek rájuk, mint a kolbász alapanyagára. De ezek állatok. Igen, azok. Az állattenyésztés inkább róluk szól, nem pedig a becsomagolt húsokról. Szomorú, hogy ezt kell látnunk. Engem rettentően elszomorít. Ez borzalmas, de együtt jár a munkával. Ezzel is meg kell birkóznunk. Foglalkoznunk kell velük. Ez egy halott disznó. Holnap intézkednünk kell. Felhívjuk az illetékeseket. Végezzük a dolgunkat, mindent megteszünk, hogy kijussunk a piacra és eladjuk a termékeinket, de itt is lennie kell valakinek. Végül is gazdálkodunk, nem? Meg kell termelnünk az árut. Egyszerre ott is kell lennünk, meg itt is, a tanyán is, és ez nagyon nehéz. Nem vehetjük meg a húst a hentesnél, hogy aztán mi adjuk el. Az komolytalan. Mit tegyünk? Talán... Nem tudom. Ki tudja. Én sem tudom. A következő adásban a tél érkeztével az élet is nehezebb lesz. Sötét van. Tudtam, hogy nehéz lesz, de hogy ennyire... Jasper cukkolja a többieket. Nem bírok vele. Sok szerencsét, Jim. Légy jó. Ricky van szolgálatban. Tessék, a majorság úrnője. Boldog karácsonyt. Neked is. Ennél rosszabb nem lehet. Vagy mégis. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.